Sziasztok! Ebben a videóban a Retri Paladinnak a használatát szeretném bemutatni. Basszunk mindjárt lovak közé. Nem kívánt részt törlendő. Na, lássuk a talenteket. Csökkenti az összes instant spell költségét 10%-kal. Csökkenti a judgmentek cooldownját 2 másodperccel. A judgmentek a sima effektjükön felül plusz 3% kritikus esélyt adnak mindenkinek, aki ezeket a célpontokat üti. Növeli a Blessing of Might attack power bónuszát 25%-kal. Plusz 5% kritikus esélyt ad minden egyes varázslatra és ütésre. Csökkenti a Disarm mok hatását 50%-kal, és növeli a gyalogos és a muntos haladási sebességet 15%-kal. 3%-kal növeli az összes spell kritikus esélyét, és növeli az exorcizm és a Crusader Strike-nak a sebzését 15%-kal. Csökkent, vagy növel minden sebzést 3%-kal, azt is, amit te kapsz, meg azt is, amit te okozol. Kétkezes fegyverek sebzését növeli meg 6%-kal. Növeli a Retribution aurának a sebzését 50%-kal, és mindenki, akire hatnak az auráid, plusz 3% sebzést kap spellre is, melee-re is, ranged-re is. 3% bónusz damage-et kapsz 30 másodpercre, hogyha kriteltél egy fegyverrel, közelharci támadásban, ez 3-szor stackelődik, azaz összesen 9% bónusz damage. Növeli a Judgmentek, a Crusader Strength és a Divine Stone-nak a kritikus esélyét, és hogyha ezek kritelnek, akkor a Flash of Light-ot vagy az Exorcizmot azt egyből el tudod sütni. Beadhat egy célpontot 1 percre, addig nem tud semmit csinálni. Játékosok ellen is működik, de itt az 1 percből 10 másodperc lesz összesen. A Judgment jeidnek 100% esély van arra, hogy a parti tagjaid a manájuk 1%-át visszakapják minden 5. másodpercben, és ezt 15%-ig adja. Továbbá, hogyha elhasználsz egy Judgmentet, visszakapod azonnal a manát 25%-át. Növeli az összes Judgment pillanat kritikus esély 18%-kal, és hát ennyi. Így azonnali támadás, ami 97%-át sebzi be a fegyverednek. 4 másodpercenként tudod ismételni. Az attack powered 30%-át megkapod spell powerként. És van 60% esélyed arra, hogyha kritel a Flash of Light, akkor 12 másodpercig még kapsz egy olyan hatást, ami gyógyít. Hogyha a képességét kritikus sebeznek, 30% esély van arra, hogy 30% damage-et okozol további 8 másodpercig. 110% fegyversebzés, 4 célpontra 6 maximum, és 3 közelálló partitagot gyógyít. Az okozott sebzés 40%-ával. Maradt még néhány pontunk, lássuk, hogy mire költöttük el. Ez félig meddig PvP-s talent, de szerintem elég hasznos így is. Ez ad plusz 15% strength-et, ugye emiatt pedig spell power-t is. Csökkenti a bénítások hatását 30%-kal. Csökkenti a Hand of Freedom meg a Hand of Protection-nek a duration-jét 2 perccel, és a Hand of Freedom időtartamát 4 másodperccel növeli. Elhasználod, és a közelben álló partitagokat ért sebzésnek a 30% az téged fog érni. Maximum az életed 40%-át vehetik így el. Az effekt megszűnik, hogyha 20% alá csökkensz. Amíg a Lancer Fury aktív, addig az összes sebzés, ami téged ér, csökken 6%-kal.
Növeli az összes árborodat 2%-kal, és csökkenti a lassító hatások időtartamát 6%-kal. Holiba az utolsó 5 pont. Ez növeli a Seal of Righteousness, a Vengeance és a Corruptionnek a sebzését 15%-kal. Nézzük a gifeket. Divine Storm 15%-kal többet heal-el. Jobbat nem fogtok találni, de ha mégis, akkor írjatok. Növeli a Judgmentek sebzését 10%-kal. A Seal of Righteousness plusz 10%-kal többet sebez. Na, lássunk egy rotát. Először is kapcsoljuk be a Seal of Righteousness-t. Tegyük fel magunkra a Blessing of Might-ot. És kezdjünk neki. A rota úgy néz ki. Először elhasználjuk a Crusader Strike-ot, utána a Judgmentet. Utána a Divine Stormot. Mire ennek a General Cooldown-ja is lejár, újra el tudjuk nyomni a Crusader Strike-ot, és eddigre valószínűleg kriteltünk, úgyhogy tudjuk nyomni az Exorcizmot is. Ha ez megtörtént, elnyújjuk a Concentration-t, ugye területi spellünket, és ez alatt az idő alatt visszatöltődik megint a Judgment. Lássuk rá egy példát. Hogyha fokozni akarjuk a sebzésünket, akkor ajánlom, hogy ezt használjuk. Plusz 20% sebzést ad. Na, kezdjük el. És nagyjából ezt kell ismételgetni. Nem egy nehéz mutatvány, néha egy-egy másodperc kimarad, de én nem vettem észre, hogy túlzottan akadályozna. Szerintem mindenki látja az okozott sebzést. Ezzel Dangerben is akár olyan jó 5000-es DPS-t ki lehet hozni a karakterből. Vagy akár még többet is. Ennyit szerettem volna elmondani. Szerintem további... Nem is tudom, magyarázatra nem szorul. Hogyha esetleg kíváncsiak vagytok a weblapunkra, akkor ajánlom a http://dungeonhelper.atw.hu oldalt. Sziasztok!